Na, elosztok, sziasztok, köszöntök mindenkit az új videóban. Itt vagyunk a CyberJam-ban. Néztünk egy-két videót a TikTokon, kitaláltunk egy-két kihívást, hogy mi az, amit meg lehetne csinálni. Oli itt van velünk, nyomjuk. Na, te, hogy te találtad ki, hagyjuk már. Átadom ezt most a te csatornán. Jó van, persze, figyelj. Itt van a szivacsgödör is egyébként. Nézzük majd valami trükköket, az mi... Ember, az ott... Te mit csinálsz itt, D? Hallod? Te mit nyomsz itt? Jó, sikerült, hogy került? Figyelj, hova tűntél? Hogy itt vagy? Kertbe voltunk, eltűntél. Azt néztem én is, hogy... Te mit csinál itt ez a csávó? Na jó van, csak vicceltünk, egyébként már egy izgalmas utazáson túl vagyunk itt D-vel. Nézzük meg, hogy hogyan értünk ide. Ja, bocs. Szia, hello, szia! Na, hello, szia! Csá, mi a helyzet? Szevasz, Dave! Szevasz, Brad Pitt, tétem, hogy arra... Ne basz, hallom, jelentkeztél a Holdra, Elon Muskkal? Téged kiválasztottak? Mi a tökönök? Szevasz, tesi, mi a helyzet? Jó vagy? Tég láttak, ezer éve hallod. Várjátok, felöltözök meg. Mi újság, Dave? Ez az új Verda? Jó lesz? Hát, örülnék neki, igen. Hát ez a fagyis kocsi. Tehát halljátok, itt a CyberJam. CyberJam! Na, még előtte lenne egy fontos dolgom, amit szeretnék elintézni. Igen, és mi az? Azt mondja, meglátod. Igen. Neked szerintem tetszeni fog. Na, hát remélem, figyelj, nekem van egy-két tippem, hogy mi lesz. Na jó, van, ne tippelgessél itt. Túloldalról szájban, mert tele van pakolva. Tele van pakolva, mi? Gyere, úgyis neked van előkészítve. Jó, tudjál utazni. Szép. De jó fejek vagytok. Kis gyereknek gyerekülés. Nem tudok kijönni. Na jó, akkor tessék, el is ássunk, hogy ne is látszódj. Hali! Hello! Ezek új szivacsok. Azt nézem. Ezek fullos szivacsok, a szivacsgödörben nekem is kéne, lehet haza is viszek egyet, kettőt. Vigyünk haza a szivacsgödör? Filmforgatásra jöttetek, vagy csak ugrálni? Mi a filmforgatás? Én a filmforgatás miatt érkeztem, én vagyok a fő producer ebben a produkcióban. Jó, vetkőzz akkor. Egyiknek sem. A testvérem. Na, volt egyszer itt egy ilyen mocsa. Igen? Sok ilyen trükköket csinált a srác, már nem tudott más. De meg is nyerte, nem? Hát, de hagyta magát a másik. Dehogy hagyta, hát én itt voltam azon a forgatáson. Game of Jump. Komoly volt. Ez egy másik csatornán szerepel, oda is mindenképpen iratkozzatok fel. Hagyjuk, ki a Dave, a Dave csatornája. Nem? Na Dave, mutass valamit, mit tudsz, mérjük fel a szituációt. Mi az, ami megy neked? De várják, kezdjük ott, mi nem megy. Ajaj, ó, srácok! Hát én azt hittem, hogy a Dave nem tud hátraszaltozni, ez lett volna már a te. Nagyon sok ember megirigyelni. Bizonyám, hallod? Idejében én nem nagyon látom a szallerokat. Itt nincsenek szaltók, mi? Figyeljetek, majd én megmutatom. Tavaly voltak. Hát, te nézd meg. Jó, hát figyelj, Dave, előre szaltó megy. Ott is van. Ez jó volt. Előre szaltó megy. Előre szaltó, hát. Nem hátra, előre. Jó, így. Stabil volt. Még egy kicsit gyorsabban. Kicsit magasabbra ugorj és lassabban forog. Hát, amúgy az kicsit nehezebb, tényleg. Szerintem nem volt probléma, még egy kicsit jobban dőlj előre az érkezésnél, kicsit magasabbra, gyorsabban. Aztán akkor... De várj, most nehogy az legyen, hogy ti megtanítotok engem, azt akkor itt magatok én, akkor nézzétek itt a bavérokat, hogy na. Az igen! Most fogunk csinálni egy CyberJump egyesületet, és lesz az erdő. Elmondom, hogy komoly edzések fognak folyni, ne fogom ezeket tartani. Te, hát mi van veled? Hát tesó! Hát itt komoly, komoly kombinációk forognak. Ezt direkt voltam úgy.
Hát hallod, én nem tudom követni ezt az embert. Ezt nem sokan tudják. Mi ez itt? Mindenhonnan, mindenhova. Én ezt már nem is tudom, mi ez. EP, 90. perc, szabadrugás. Nem. Poli, hallod? Hadd ide azt a labdát. De jó pont, dobja, tudom. Azaz, figyelj, az a kérdés, ami van felét, hogy szaltóból ezt el tudod-e rúgni? Hívják, hogy olló. Olló? Ollózásba? Ezt eltaláltad. Ez az! Ez az! Ezt a kurva. Hát ez csak egy fél. Teljes szaltóba rúgd el. Jó lesz. Fogd meg, na fogd meg, hallod? Meg tudod fogni? A kapus, az gól, tesó. Figyelj, figyelj ide. Csak azt akartam mondani, hogy képes vagy erre? Meg tudod csinálni? Igazából figyelj. Az önmagadban vetett hitet sokkal fontosabb, mint a pillanatnyi körülményeid. Kicselezted saját magad? Dave! Dave! Hát ez mi volt? Hát ez mi volt? Azt a kurva! Ez nem olyan egyszerű. Nem egyszerű a szituáció. Nem van új baj most. Az a baj, én tört odafelé, én elfelejtem, hogy elegőbe vagyok. Elegőbe vagyok. Ó, tessék. Az majdnem meg volt. Ez most megvan. A kapus, hallod? NB1, kapus. Ő a kapus. A kapus, hallod? Szubasza se védte volna ki. Ez elmondom, hogy egy maradtó. Bőjt egy szubasza. Bőjt, szubasza! De megjön! Hiku! Úristen! Bőjt, szubasza, kapitány! Gyerünk, szubasza! Oké, von! Nem kézilabda, te! Mindenféle nehezítő körülmény, amikre az ember nem is számít, amikor falat mászik. Cubasz a kapitány. Szerintetek mi az a trükk, amit a Dave-nek meg tudnánk tanítani? Én azt hittem, hogy hátra szaltózni nem annyira tud, de ezek szerint tud. Live-olsz? Ja, live-olok. Aha, live-olok. Hogy írjátok meg kommentben. Írjátok meg kommentben. Mit? Mit írjanak meg kommentben? De mit írjanak meg kommentben? Írjátok meg kommentben. Dupla előre szaltó. Bőveg. Az a... Ott van! Bravo! Bravissimo! Ott a backrollod vagy, nem? Még Rebelt is beleláttad? Tantrumot. Hihetetlen teljesítmény. Ilyet még nem láttam. Az igen. Gratulálok. És te milyen trükköket tudsz, be tudnád adni, kérlek szépen? Hát én tudok már vele ugrálni, 360-at, és...
nekem mi? Ez jó lenne így. Na nézzük azt a teljesítményt. Ember, ezt hogy gondoltad? Ne! Ember! Micsoda teljesítmény, hallod? Na, pengesd végig magad, lássuk! Az jó, az jó! Azért a szél. Aha, nagyon jó. Ügyes vagy. Rendkívüli teljesítmény. Tudjátok, mi lesz még itt a nagyon komoly teljesítmény? Itt a Dave azért rápróbál egy dupla előre szaltóra. Itt profi tanáraink vannak. Hát inkább az Oliver, ő azért így nagyon képbe van, nem? Azt látszik rajta. Ez elmondom, hogy felnőtt. Ez parkűr. Parkűr. Ugye egy előre szaltó, csak abból kettő, szóval annyira nem lehet nehéz, nem? Hogy kell? Ja, nem. Ja, de megmutassam? Mutasd meg, Léci. Jó, na akkor. Figyelj, ez kulisszatitok. Kulisszatitok. Már nagyon rég csináltam. Lehet, nem is hittem. De nem ez volt. Nem ember, ez menő volt. Amúgy tényleg itt a profi tanárunk. Ezt láthattátok. Komoly teljesítmények, dupla hátra szaltó, de hát nem ez volt a feladat, hanem egy dupla előre. Állj. Kell hozzá lendület. Ja, segítek, próbálok így is. Én is próbálok. Azaz! Belefúrottam egy... Ember! Nagyon így előre ugrottam. Nagyon, meg hallod, nem volt lendület. Nem, hallod. Felfele ugorj. Én ezért nem is hallod, fogom. A szám az olyan? Vészes. Több lendület kell ehhez, és ne ugorj ennyire előrefelé. Azaz. Na, az már ott lendület. Alapul. Nem jó. Hallod, Dév? Te ez már jobb volt. Kizott itt a fejes. Ez a csak a lába van kint. Ez nagyon foros. Ne fakold már rá. Kézről nem jó. Jó! Egész jó volt! Hoppá! Hát figyeljetek, itt Tsubasa kapitányom úgy bőjtett, Tsubasa, nem viccel! Itt harmadik próbára, vakon túrás után egyből már dupla szaltó. Mi van veletek? Kicsit több lendület kell. Még egy fél méterrel magasabb a túrás. Mi lesz ebből? Ez meg lesz, én ezt érzem. Most jövök egy úcsót? Hát persze. Hát nem egy úcsót, hanem egy jót, egy beadósot. Micsoda? Feszítsd a mellizmod. Az így? Na mi van? Na, mit kell nézni? Én is azt nézem. Azt figyeld, az... Én ezt látom, innen megvan... Ott is van! Ez volt eddig a legjobb. Ez meg is van! Tsubasa kapitány. Tsubasa kapitány. Oldóz egy. El is tűnt. Már nem is látjuk, hogy hol van. Értek, azért a vakondér már megérte itt forgatni, nekem kicsit fájt a lábam. Emiatt keveset ugrálgattam, de azért a D oda pirított egy dupla előrét. Mi? Megtanította itt az Oliver. Ez a trinyú! Nyomj egy hattyú! Nyomj le azért a kommentbe, vágod? Ezt neked kéne mondani, nem? Mondd már el, Léci. Csekkoljátok az én csatornámat is, mindenképpen iratkozzatok fel. Jó, azért az övét is nézzétek meg, de főképpen a csengőt, azt az enyémben állítsátok be. Instán is kövessetek, mindenhol. Úgyhogy de nem ezt kellett... Jó, ezt most úgy rakom bele a videóba, halljátok, bele se vágom. Na, remélem, hogy tetszett a videó, feltétlen pattintsatok rá egy lájkot, és a következőben találkozunk, írjátok le kommentbe, hogy ki az, akit szeretnétek, hogy megtanítsunk hátra szaltózni, előre szaltózni, dupla szaltózni, BMX-ezni, bármint. Azért Olikám, egy előre szaltó BMX-el most már lassan érik, mi? Hát legalább, hogy egy cash rollt. De jó van, hát ez elég amit is még gondolkodtam, hallott. Tudod, hogy így néztem a versenytársak, a konkurensek mutattak be ilyen szaltó KP-kat akarok. Jaj, szaltó vápé flare. Na jaj. Hogy David BMX-en. Na jó van, találkozunk a következő videójáról, sztók.